Jánosik, Jánosik, minden tud, amit egy János is. Ellopja az aranyat, és a szegényeknek ad. Vigyázz, itt jön a Jánosik. Hogy milyen erős, vigye csak, 2 méteres magasan. Hozza a pofonokat, és ellopja a gatyádat. Vigyázz, itt jön a Jánosik. Az éj hidegén és a bűn peremén, a fehér sólyon felgyújtja a kastélyot. Jánosik, Jánosik, barátságos Jánosik, hír és pénz nem kell neki, az igazságot szereti. Vigyázz, itt jön a Jánosik, elkap a Jánosik, s meglóg a Jánosik. Juraj Jánosik a szlovák kultúra legnagyobb és legismertebb legendás hőse. Szlovák betyár volt, aki bandájával a gazdagoktól lopott, amit aztán szétosztott a szegények között. Habár születésének pontos napját nem lehet tudni, a Wikipédia magyar változata maga biztosan ezt a rejtélyt is megoldotta. Életéről több film is készült, és készül. Most például a Netflix is készül egy új verzióval, ahol hatalmas fordulat, a főszereplő egy nő lesz. Őszintén, én az 1974-es lengyel filmet néztem volna most meg, de az sajnos nem volt fent a YouTube-on. Így a 62-63-os kétrészes filmet nézzük most meg. A film a festői Cserhová tájain kezdődik. Itt jó magam is már jártam és túráztam a Jánosik lukaiban. A történet elején megismerünk 3 gyereket, akik nem testvérek, Teréziát, Ilcsíkot és Jurajt. A 2 fiút úgy különböztethetjük meg majd a következő 5 percben, hogy Juraj a sziklamászás közben elveszti a kalapját. Csak neked megsúgom, hogy ő lesz a Jánosik. Még egy érdekesség, hogy a gyereket Vladimir Cserny játsza, a kedvenc szlovák sorozatom a Pod Povrchom sztárja. Szabácsi! To je čo? No, to je chlebík so syrom. No ale veď vidím, že to je chlebík so syrom. Čo som slepý? Ale ja nie som žiadny zasratý pán Božkár, aby som sa tu pôstil. Daj mi tam šunku. Šunku nemáme. Nie. No. Chvala Bohu, máme ešte pivo. Első tetteként elfog egy sast, hogy felhasználja mindenféle sas tevékenységre. Aztán a haverjával blackface-t játszanak, majd meglesik a kőfejtőket. Megjön közben a gazdag gróf is a fiával, Aurellal, hogy megnézzék a hatalmas robbanást. A gróf elégedetten távozik, útját viszont egy kéregető hobó állta. Gyűjteném a pénzt, mert nagyon fontos dologra gyűjtöm a pénzt. Most tukoraltáróra menjek le, innen dologok, akkor hát jó. Zubor a zőr pedig ezért megostromolta az ostorával. Jánosik viszont nem nézte ezt tétlenül, és földi domítással elintézte. Víz. Föld. Föld! 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 Zubor szemmel láthatóan jól értett a gyerekekhez, mikor az ostort félredobva egyből a pisztolyért nyúlt. Mert még egyszer azt mondani, hogy régen minden jobb volt. A gyerekeknek sikerült elmenekülniük, de belefutnak más random gazdagokba. Ahogy azok megnézik a sassát, az megcsípi az urat, amiért a másik megsimogatta a kardjával. Jurajnak sikerült elmenekülnie, de azért még az erdőből megdobálta őket. Ezúttal már kavicssal. Hazafelé a pap ad neki egy bibliát, és azt a mondást emlegeti, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Juro erről megkérdezte a nagyapját is. Ktože mi házal chlebom, kamenom lepší trafíš.
Zsöcsi. Nem sokára jöttek a katonák, és minden házat átkutattak, Jurót keresve. Juraj viszont leánynak álcázta magát, így nem találták meg a stilós urak. Pucérsegű gyerek, Juró ezután elmegy papnak tanulni a paptanodába, vagy ahogy a nén hívom, papodába. Ott olyan hasznos készségeket sajátít el, mint például, hogy kell letartóztatni magát, miközben latinul sorolja fel a testrészeket, hogyan kell elhajolni a pofon elől, hogyan kell gymstick gyakorlatokat csinálni, és hogyan kell elhajolni a pofon elől. Közben 2 méter magasra nő, és sziklákat is képes megemelni. Shangala. Ekkor meglátogatja nagybátyja, és elmeséli az otthoni híreket. Nagy fater már a mennyben, a füvére úgy szintén. Az öreg hagymával vigasztalná, de Juraj egyből hazaindul. Közben a gróf kastélyában. A kis aurel már felnőtt, és égbe dobált galambokat lődöz az ablakból, amit a néma hype mennye feletté bélvez. Ekkor megjön Juro apja, aki kovácsolt az udvarban, hogy megjavította a szélkakast. Vagy a céltáblát. Terézia pedig az új szőnyeget nyírja, mert már túl hosszúra nőtt. Aurel is szemet vetett rá, és rögtön felvitette a szőnyeget a nővel együtt. De azután kiderült, hogy nem a szőnyeget akarta lefektetni. A lányapja megtudta a dolgot, és egyből a segítségére sietett. Még az ubort is leszerelte egy hatalmas melbimbó csavarással. Szerencsére még időben érkezett. A pofonból pedig mindenkinek jutott. De ez nem járta, és az öreg Jánosik börtönbe került. Még a szabadságát jelölő Fuchsát is elvették. Nem beszélve a házáról. Mikor Juro Jánosik hazatér, és megtudja, mi történt, elment az apjáért. És hogyan? Természetesen besétált. Azután meg kisétált. A temetés után a katonák egyből érte jöttek, de profi pankrátor mozdulatokkal lebirkózta őket. Bip-bup, bírdúr, jaj, egyenes forog! A krasznulari podcasttől nagyokat kapok! Sarokba szorított, a kötélek nyomok! Pofán vett és azt látom, hogy a földön vagyok! Röhögött butkelv és szájon vágott! Az élet de szép, és jó élni még! Ezután bosszúból felgyújtotta az egész kastélyt. Ezután Jánosik és Ilcsik haverja elmentek a faluból. Egyébként Ilcsi és Terka jártok. A katonák követték a 2 férfit, de szerencséjükre a hegyekben lakó betyárok kilesték őket és segítettek. Jánosik ekkor azt teszi, amihez a legjobban értett. És kövel dobálta meg őket. Gondolod, kerül életed útjába, egyetlen gátlókő is hiába. Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie. Mikor a veszély elmúlt, a bettyák és a jánosék viszont nem találtak közös nevezőre. És egy pár harcban megfürdetik egymást. Végül Jánosik kerekedik felül egy karate nyakütéssel. Mindenki megbabonázva nézi a technikáját. A kegyelmes Jánosik végül maga menti meg a támadóját. Na nem lettek ezután sem barátok. Jánosik és Ilcsik ezután betéved a legvadabb Isten háta mögötti klubházba. Sziasztok, Sáma Lengú Csika vagyok, szóljon mindenkinek, ez a melódia, legyetek szerencsések! Szalam aleikum!
Ott könnyedén kirabolnak mindenkit, és felpofosztassák a gazdag csávókat. Később a betyárok is eljutnak a kocsmáig, ahol az urak már gatyában igyekeznek hazajutni. De akkor azt gondolják, milyen jón a drágok. Közben Juro már szétosztotta a szerzett zsákmányt a szegények között. Amit a betyák vissza is vettek. Végül sikerül beérniük a Jánosékat, ott az öreg bepanaszolja őket, és kiderül, hogy az egyikük nem más, mint Tomás Uhorcsík, az ő fia. Ezt a gyönyörű pillanatot viszont megzavarja a katonák érkezése. Az idősebb Uhorcsík lelki ismeretes lövése kezdte meg a harcot. Még a porszívó csövet is bevetették ellenük. Ez elegendőnek bizonyult, és a katonák visszavonultak. A betyárok végül békét kötöttek a Jánosíkkal, és együtt elvonultak a naplementében. De ez még csak az első rész volt. A második részben látjuk, hogy a betyárok egy titkos bázist hoztak létre a hegyekben. Most már Jánosík a főnök. Ezen az utopisztikus helyen minden van. Minőségi akasztófák, ötcsillagos séf, aki pucolatlan hagymát dobál a levesbe, vasgolyók, tűzoltórúd, működő lift, és még óriás csúszda is. Már értem, hova ment el az a plusz 300 000 korona a második részben. Jánosík ezután áruhában besúrran a faluba, és elhozza Teréziát egy biztonságosabb helyre, a kocsmába. A betyárok továbbra is fosztogatnak, amiből az uraknak kezd elegük lenni. Ezután a katonák az egyik faluban tyúkokat gyűjtenek egy gazdag esküvőre, amire a falu népe egyből fellázad. Ej, mi a kőtyúk a nyúkent a szobában? Lakik itt bent, lám, csak jó az Isten jótád, hogy fölvitted a Ken dolgát. Itt szaladgál, föl és alá, még a ládára is fölszáll láda. Eszébe jut, kotkudákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot eteti. A betyák egy újabb akcióba lendülnek, és furfangosan eltorlaszolják az utat, és fának költöznek. A rajtaütés célja az volt, hogy megtalálják gróf Aurelt, és bosszút álljanak a régi sérelmekért. De közben másik is a Jánosíkot kereste, és tévedésből egy random paraszt gyereket vett üldözőbe. Mikor rájött a tévedésből, elengedte. Há nem. Prečo ste oklamali? Az igazi Jánosík is rátalált, és üldözni kezdte a grófot. De végül az megszökött. Az akció végén kiderül, hogy a betyároknál a Batman szabály van érvényben. Szóval nincs gyilimili. Gajdosík kezd ellenszenvessé válni. Kíváncsi vagyok, vajon lesz ennek szerepe később. Az is kiderül, hogy Jánosík beleszeretett Teréziába, és simán lecsapta a haverja kezéről. Egyébként a valóságban Ancsa volt a neve a nőnek, nem tudom miért változtatták meg Teréziára. Nem sokára megint meglátogatták a kocsmát, ami tele volt jó pipikkel. A Daredevil mama ekkor meghallotta a kintről közeledő katonákat. Jánosík kitűnő idegen nyelvi tudásával Gracias. Sikerült elhitetni az urakkal, hogy ő nem Jánosík, és végül sikerült elszökniük. A császári katonák élő zenével mennek utánuk. De a betyák sikeresen csapdába csalják őket, és belettek kerítve. Gajdosík pedig számomra valami érthetetlen okból kifolyólag lelövi a fatert. Valószínűleg azért a nyakláncért, amit nemrég kapott. De komolyan jobb módot nem talált, hogy plusz pénzhez jusson. Közben a bulikocsikat már átirányították a faluba, és este egy vad bulit csaptak. Sziasztok, Sávány, és szóljon mindenkinek a nóta tőlem a Gucsikától. Sinanananiril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 
Ezután meghozzák az előbb lelőtt fatert. Hogy túlélje? Hát kérdezd az éneklő embereket. Másnap eljön Tereza, és a kiéhezett férfiak elvesztik tőle az eszüket. Gajdosik beszólt valamit a nőre, amit Ilcsik egy pofonnal jutalmazott. Gajdosik annyira megharagudott, hogy az egyből elárult mindenkit. A következő heist a városban volt. A betyák cseppet sem feltűnő áruhát öltöttek. Cseppet sem feltűnő. Gajdosik felismerte az egyiküket, és elcsalta. Megölni. Azt viszont nem tudta, hogy a szerzetes is egy betya volt. Jánosik közben ellopta az egyháznak szánt adományokat, majd szétszórta az utcán, és elmenekült. Gajdosíkot elkapták, és betyárbíróság elé állították. A császári sereg már útban volt a titkos bázis felé. Egy muris, de annál halálosabb csapdával készültek. Már a lopakodás az annyira már nem értettek. A katonák megtalálták a kincses barlangot is, de azt nem tudták, hogy mindjárt felrobban. A ló nem volt lenyűgözve. Még a kocsmát is elfoglalták az osztrákok. Ilcsíkot ott lőtték le. Terka viszont megpróbált elszökni, de ezek a katonák egyszerűen mindenhol ott voltak. Jánosik is megérkezett. Még fegyvere is volt, de a magra nem számított. A kurta kocsma felégett, Jánosik pedig a kínzókamrába került, ahol a gróf kiélhette rajta a BDSM hajlamait. Végül Kampó általi halálra ítélték. Előtte még megkérdezték tőle, mi az utolsó szava a császár felé. Povedzte cisárovi, že je nepotrebný, ako aj vy. Hore hlavy, bedač! Nám patrí život! Raz aj Šibenice rozkvitnú! De a betyároknak ezzel nem volt vége. Újabb és újabb férfiak csatlakoztak a betyárokhoz, az igazság nevében. Öreg betyár tanítja, everything's alright. Öreg betyár tanítja, everything's alright. Öreg betyár tanítja, everything's alright. Csak dúdolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó nekem. Bennem már semmi sem. Azt mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezeg, bennem már semmi sem. Lekéstem a gépet,